Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Iskolai Könyvtári webináriumában, annak is a 8. témájában. Zömsebi Andrea vagyok, az intézmény iskolai könyvtári referense, és a mai napra választott témánk a bibliográfiai hivatkozás internetes forrásokra. Ugye ez részben folytatása az előző alkalomnak, ahol általában a bibliográfiai hivatkozási stílusokról beszéltünk. Tehát itt most ezen foglalkozás alkalmával nem lesz szó arról, hogy miért kell hivatkozni, milyen szempontokból, hogyan tanítsuk a hivatkozást. Kifejezetten ebben a röpke egy órában csak arra fogunk azzal fogunk foglalkozni, hogy az internetes hivatkozásokkal hogyan lehet boldogulni, hogy hogyan közelítsünk a diákokkal ezt a témát. Előzetesen azt kértem a résztvevőktől, hogy erre a Fali Újságra írják föl az előzetes véleményeket, ugye előzetes ismeretekkel vagytok itt, ugye nyilván minden tanítási folyamatban fontos, és hogy lássam, hogy előzetesen mit is vártok tőlem, aztán igyekszem majd ezekre reagálni. Ugye két cédulára kértem, hogy az előzetes tapasztalataitokat írjátok meg, hogy egyetem tudjátok-e tanítani melyik évfolyamon. Ugye azt látjuk itt a hozzászólók vélemény alapján, hogy van, aki nem tudja tanítani, hiszen ugye tudjuk, a könyvtár használati óraszám borzasztóan kevés, a direktben erre szánt, hogyha valakinek nincsen jól kialakult szakórai, tehát könyvtári szakórai struktúrája, akkor valóban nagyon kevésszer tud közvetlen diákokkal foglalkozni, mármint hogy így osztályszinten. És hát igen, ha csak általánosabban foglalkozunk a hivatkozásokkal, a hivatkozás önmagában is egy viszonylag bonyolult dolog, nem még, hogy az internetes hivatkozás, akkor nehéz a részletekre kitérni. Ugye itt valaki hozzátett, hogy a 9. évfolyamon ugye az informatika és a magyar tantárgy keretében azért igyekszik ezzel is foglalkozni. Ez is egy érdekes és fontos módszertani szempont, hogy most az évfolyamokon túlmenően is egyáltalán mikor foglalkozunk ezzel, melyik tartalmi egység után, vagy a könyv hivatkozása után. Én is azt gondolom, és még fogok ma erről beszélni, hogy nem jó, ha az ember rögtön ezzel kezd, hanem általában a hivatkozásban kell egy alapozás. Talán azt mondom, hogy a könyvek hivatkozása, az önálló, egyszerű kötetek, könyvek hivatkozása a legegyszerűbb, hogyha az alapstruktúrát azon megérti a diák, akkor már könnyebb az internetes hivatkozás felé lépni. Ja, itt is az idő a probléma, itt ugye valaki már ugye 7. évfolyamban is belekezd ebbe a dologba, hogy nézzünk itt még egy érkezett egy gyakorló iskola, hogy 7.-8. évfolyamon ugye megemlíti, gimnáziumban pedig már ugye a részletek is előkerülnek. Hát igen, a források sokféleséget, tehát ezt majd én is fogom nektek ma szemléltetni, nagyon sokfélék, és valóban fontos az is, hogy ugye fokozatosan kell ezt felépíteni, nyilván általában, hogy ez egy külön dolog, és van pedig ugye hogy az alapokkal tisztában legyetek. Ugye valóban ez, sokszor ez a legnehezebb, hogy honnan tudom, hogy mi a címe annak az online dokumentumnak, pláne, hogy ettől bonyolult a bibliográfiai adatokhoz is hozzá akarok jutni, mint hogy mikor jelent meg kiadta ki, akkor tud ez nehezebb lenni, de fogok mutatni erre, hát nem is trükköket, de ötleteket, hogy hogyan lehet ezt megszerezni, ezeket az infokat, ha egyáltalán megszerezhetők. Azt mondja, itt igen, valóban ugye az egy nehéz, hogy sokszor könyvtárosként, egy szakemberként sem könnyű az internetes források hivatkozása. Ez részben azért van, mert ugye, mint ahogy ma már ugye azért könyveket is, meg egyéb nyomtatott sajtótermékeket is bárki publikálhat, és azért látjuk, hogy a könyvek hivatkozása sem mindig egyszerű, mert nincs rajtuk minden adat, de az interneten ugye még szélesebb a kör abban, hogy ki és milyen formában tehet közé bármilyen adatot, egyáltalán nem biztos, hogy rajtuk vannak a szükséges bibliográfiai adatok, vagy nem mindig ugyanazon a helyen nem olyan egyszerű ezt megtalálni könyvtárosként sem. És hát igen, az is egy nagy nehézség, hogy milyen a gyakorlat, hogy a gyerekek maguk is gyakran látják, hogy akár komolyabb helyeken is a hivatkozások, a bibliográfiai hivatkozások úgy néznek ki, hogy csak egy URL van odamásolva, miközben hát nyilvánvalóan ez nem lehet elég önmagában. Vagy csak igen, csupán azt kírni, hogy Wikipédia. Ugye ez azért nehéz, mert az, hogy kírni azt, hogy Wikipédia, az még önmagában bizonyos helyeken elég lehet,
hiszen ha nem tudományos forrásokról beszélünk, hanem egy egyszerű posztról vagy blogbejegyzésről, akkor ott elegendő lehet így hivatkozni a Wikipédia, de nyilvánvalóan olyan forrásokban, ahol irodalomjegyzék és szükséges pont nem elegendő. Miközben pedig látjuk, hogy a gyakorlatban ez előfordul. És hát, hogy nehezen fogadják el a diákok, hogy a link nem elég, hiszen igen, teljesen logikus, hiszen kattintok, ott van, mit kell még ezt tovább magyarázni, mondhatná a diák, de majd ki fogunk térni arra, hogy miért fontos ez, hiszen a linkek ugye gyakran változhatnak, és nem elég tájékoztatóak a legtöbb esetben. Hát igen, és akkor az, hogy egyáltalán mire akarok hivatkozni, ez néha nyomtatott forrásoknál is probléma lehet, hogy akkor most az egész könyvet helyezzem el az irodalomjegyzéken, vagy csak a fejezetet, vagy csak az egész, vagy egy bizonyos tanulmányt. Ugye ezek a dolgok az interneten sokkal erőteljesebben összemosódnak, és még nehezebb ezeket a döntéseket meghozni. De köszönöm szépen ezeket a felvetéseket, ezek valóban nagyon fontosak, és a többségére magam is gondoltam, de azt kérem mindenkitől, hogy amikor kérdése van, akkor szóljon, közben kommunikálok másokkal is a chat ablakban. De akkor most ugye a múlt alkalommal úgy éreztem, hogy jól működött az, hogy én munkatankönyv szerűen adtam oda nektek a feladatot. Tehát azt kérném, hogy gyertek velem ebbe a fájba, mindjárt osztom a linkjét, ha kedves lesz hozzám az internet, és bejön, igen. Bemásolom a chat ablakba, hogy tudjatok rá kattintani, de ugye ott fel is van írva a képernyő tetején. Megyek vissza a chat ablakba. Jó, tehát hogy itt kérném, hogy akkor jelenjetek meg ebben a fájban egy párhuzamos böngészőben, és akkor ez egy ilyen munkatankönyvnek neveztem el ezt a dolgot, amit készítettem. A lényege az, hogy a prezentáció és a feladatok összemontírozva szerepelnek benne. Jó, közben figyelem, hogy hány állatka jelenik meg itt a képernyő, mert ugye még senki nincsen itt, hogyha minden igaz. Dödi, küld át a linket. Igen, majd megint csak azt hittem, hogy oda másoltam, bocsánat. Belassult a gépem, de ugye ez a bit.ly pont... Nem az van a vágólapomon, bocsánat. Tehát bit.ly per OPKM web 8a, de most már talán sikerül a vágólapomra is kitenni. Most sikerült, és most átment a chat ablakon, most akkor próbáljátok kattintani, és akkor ugye ezért is jó, hogy ez a Drive megosztott fáj látja, hogy már egy kormoránunk, ő volt a leggyorsabb, ő ért ide leghamarabb, tehát hogy látom, hogy hányan vagytok itt, ugye azt nem látom, hogy kik vagytok, mert valószínűleg nem bejelentkezve vagytok, még nem azon a formán osztottam meg a fájlt, de nem is ez a lényeg, sőt kifejezetten azt gondolom, hogy egy ilyen szituációban jó is, hogyha ez ilyen módon tud működni. Ugye négyen már itt vagytok, és akkor még egy picit várunk, de úgy látom, már öten, már annyira sokan vagytok, hogy fel se tudja sorolni a Google-on, hogy hányan vagytok. De ugye a 12-en vagytok bejelentkezve a felületre, a konferenciára. Öten vagytok a fájban. Na, én közben elkezdem bemutatni, mi van a fájban. Rögtön az elején nem lesz még interakció, és akkor remélem, hogy közben a többiek is ideérnek, és akkor, amikor konkrétan majd feladat lesz, akkor részt fogtok tudni venni ebben. Ugye van egy tartalomérték itt hozzá, tehát aki egy picit eltéved, hogy hol tartok, akkor ennek segítségével tud közlekedni. Én próbálom a képernyőmet egy picit nagyobbá tenni, akkor ugye nem fogom látni, hányan vagytok, de bízom benne, hogy jöttök velem. Na, tehát, miért is kell egyáltalán ugye a hivatkozást tanítani? Ugye azt mondtam, hogy ezt most nem fogjuk részletezni, az nyilvánvaló, hogy az internetes hivatkozást azt tanítani kell, hiszen ki az, aki ma már nem használ internetes forrásokat, ez nem csak a gyerekekre és a lustákra igaz, hogy az internetről tájékozódnak, a legkomolyabb szakemberek is tudományterülettől függetlenül is keresnek interneten elérhető forrásokat, és hiszen egyre több minőségi forrás érhető el itt is.
Tehát önmagában az információ hordozója nem minősíti azt, hogy akkor az most értékes vagy nem értékes forrás. Na de akkor mi is a célunk azzal, hogy mi ezt tanítsuk, hova akarunk eljutni ezen a területen. Én azt gondolom, hogy alapvetően kétféle cél van. Az egyik az, hogy értsék, és hogy mit is, azt én úgy tudnám megfogalmazni, hogy... Hogy értsék a hivatkozás szükségességét. Itt valakire. Tehát, hogy értsék azt, hogy a hivatkozás egyáltalán szükséges, és hogy a hivatkozás formája nem függ a forrás dokumentum típusától. Tehát, hogy igazából majdnem, hogy mindegy, hogy nyomtatott vagy nem nyomtatott forrásra hivatkozunk, hivatkozni kell, az alapadatok ugyanazok, de nyilvánvalóan vannak speciális adatok is. És ugyanúgy kell hivatkozni, hogyha tudományos vagy iskolai feladatokban hivatkozunk, vagy használunk forrásokat, de nyilvánvalóan vannak bizonyos felületek, ahol a hivatkozás, de most nyilván netestre függetlenül máshogy működik, egy napi sajtó írásban, egy napi lapban, egy egyszerű posztban, ezek nem bibliográfiai hivatkozással hivatkozunk a forrásainkra, de ott is meg kell adni valamilyen módon. A másik nagy kérdés, hogy a dokumentum típusok hivatkozási logikáját. Hát valaki nagyon hangos. Tehát a dokumentum típustól függetlenül ugyanaz a logika, ugyanúgy azt kell megadnunk, és ugye ez a legfontosabb szerintem a hivatkozás tanítása, vagy értsék a gyerekek, hogy a hivatkozásnál azt adjuk meg, hogy ki, mit, mikor és hol írt arról a dologról, és hogy ezeket az adatokat kell az adott forrásnak megfelelően beazonosítani. Ugye a másik fontos célunk, hogy rendben van, érti már a diák, hogy ez egy szükséges, és hogy milyen jellegű adatokat kell megadni, de hogy segítsük őt abban is, hogy találja meg ezeket a forrásokat, ha már tudja, hogy mit kell megadni, és hát nyilvánvalóan utána a következő az, hogy utána egy viszonylag szabványos formában ezt alkalmazni is tudja a sablonokat, és a megtalált adatokat össze tudja hozni. Jó, szóljatok közben, vagy írjatok, hogyha itt vagy kérdésetek lesz. Ugye a következő nagy kérdés, hogy ugye mikor is tanítsuk ezt a dolgot. Ugye ti már ugye voltak itt többnyire felső tagozat, középiskolát írtatok arra nézve, hogy az internetes hivatkozásokat mikor tanítjátok. Én kimásoltam ebből a szép kötetből, ugye ez az Egyesület könyvsorozatának 8. kötetében, ugye itt vannak a pontos forrásokra, és online is elérhető, azt a táblázatot, ami arra vonatkozik, hogy a jelenleg érvényes NAT-ban hogyan szerepel ez a dolog. Ugye ez itt kifejezetten az etikus hivatkozás forráshasználatról szól. Ugye látjuk, hogy az oszlopokban az évfolyamok vannak, és az a vonatkozó témák pedig a sorokban. Ugye azt látjuk, hogy a alsó tagozatban még csak általában írja, hogy szerző, író, olvasó ezekkel a fogalmakkal, meg a könyv alapadataival író, cím, kiadó kell, hogy megismerkedjen a diák, majd ugye már szerzőket magától is megnevez, majd ugye a feltüntetés saját dokumentumban már ugye ez az 5.-6. oszlop, hogy mit is használ. De ha lépünk tovább egy korosztályt, ugye a 7.-8. jutunk el, akkor azt kell látni, hogy itt már azt mondja, hogy már folyóirat cikkekre is, kérem bocsánat, a középiskolás a 7.-8. mondja, forrásjegyzéket állít össze, ugye nem mondanak dokumentum típust, hogy milyen formára, idézni is képes, és így tovább. A középiskolai NAT mondja azt, amikor már ugye konkrétan dokumentum típusok szerint is differenciál, amikor ugye azt mondja, hogy középiskolában már folyóirat cikkekről is képes a diák hivatkozást készíteni, és egyértelműen kimondja a jelenleg érvényes NAT az informatika tantárgy részeként, vagy a műveltségi terület részeként, hogy az interneten megjelent források hivatkozási technikáját úgy ismeri, és segítséggel képes alkalmazni. Ugye ez a minimum követelmény a jelenleg érvényes NAT szerint. Ha megnézzük, hogy mit mond a most készülő NAT, vagy pontosabban a bevezetés előtt álló NAT, akkor itt, én most ezt nem fogom nektek felolvasni, akit ez részletesen érdekel, az majd itt átböngészi, ezek itt a szó szerinti idézetek a NAT magyar és
digitális kultúra tantárgyából, ami egyáltalán az internetes hivatkozásra vonatkozik. Nem mond ennyire konkrét dolgokat, nem cizellálja azt, hogy mégis mi a fejlődési folyamat a hivatkozás területén, úgy alapvetően mondja azt, hogy hagyományos és digitális információ forrásokat etikusan használ. És körülbelül ez az a szint, amíg a NAT és a KEREM tanterve eljönnek, hogy azt mondja, hogy etikusan kell használni a forrásokat, amiben hát azt gondolom, hogy benne van a pontos hivatkozás is, az azonosítható formájú hivatkozás. És ezt kifejezetten többször emlegeti, hogy hagyományos és digitális forrásokat. Ugye alsó tagozatban a hivatkozással kapcsolatban semmit nem fogalmaz meg a NAT és a kerettanterv sem, még ezt az etikus használatot sem emlegeti. A felső tagozatban mondja úgy azt általában, hogy a hivatkozás szabályai, de nem mond erről többet, az idézés, források, etikus felhasználása, tehát ilyen nagyon általános megfogalmazásokat használ. Középiskolában sem lép ezen sokkal túl, igazából annyit, hogy az irodalomjegyzék a középiskolásoknál jelenik meg, ami kicsit furcsa, hogy korábban miért nem, de hogy ott már nevesítettem, jelen van a magyar, nem is a magyar, bocsánat, hanem a digitális kultúra tantárgy keretében, de itt is igen, technikai szempontból irodalmi értéket képes beszúrni egy szövegszerkesztett fájlban. Na most nem tudom, hogy ti mit gondoltok, és szívesen veszem a véleményeteket, akár ideírva megjegyzésként, akár cseten vagy hanggal szólva. Én alapvetően úgy képzelem, hogy ajánlásként én ezt az ajánlást tenném az internetes hivatkozásra, hogy alsó tagozat az nyilvánvalóan az előkészítés szakasza, amikor egyáltalán a bibliográfiai adatok miben léte kérdéses, és az, hogy lássák, hogy a különböző információhordozóknak vannak online változataik is, akár ugyanazoknak a dolgoknak, vagy más változatok, vagy nem teljesen ugyanazok, vagy funkcióban betöltő, hasonló funkciót betöltő változatok. A felső tagozatban már ugye mindenképpen érteniük kell a ki, mit, mikor, hol elvet, és netes források közül ugye az alapvető dokumentum típusokkal azért érdemes találkozniuk. Ugye a 12-es NAT óta azért sok minden változott és fejlődött már a világon az interneten is. Én azt gondolom, hogy mindenképpen ugye le kell hozni ezt a témakört felső tagozatra. Hiszen a gyerekek nagy mértékben használják ezeket a forrásokat, akkor szükséges, hogy tudják hivatkozni. Tehát az ő használói szokásaik után kell menni. Középiskolában pedig ugye a dokumentum típusokra is differenciálni kell már tudni a hivatkozást, tehát nem csak önálló műként, minimálisan önálló műként hivatkozni egy online forrás, hanem észre kell tudnia venni, hogy akkor mi az, ami időszaki kiadvány, mi az, ami valaminek a része. De majd igen, bocsánat, hogy közbevágok. Itt az alsó tagozatnál szerintem azt azért, hogyha ez ajánlás lesz, akkor ott azért tisztázni kellene, hogy mit értünk alapvető bibliográfiai adatok alatt, mert az arról is lehet vitatkozni, hogy most egy alsósnál ez... Igen, a kérdés teljesen jogos. Ugye én azt gondolom, hogy ez azért részben gyerekcsoport függő, hogy mi lehet a minimális cél, de hát nyilván a szerző cím, az a leges-leges legminimálisabb, ameddig el kell jutni. Én azt gondolom, hogy az év sem maradhat ki, hiszen egy forrás értékelésében az év az borzasztóan fontos adat. De én nem gondolom, hogy jelentős nehézséget okoz azért alsó tagozatban, hogyha valóban van óraszámunk és tudunk a diákokkal foglalkozni, akkor mondjuk egy kiadó, hiszen az alsósoknál is feltehetően azért az önálló művek hivatkozása az, ami ugye elsősorban előfordul, és nem folyóirat cikkekkel foglalkozunk, de mondjuk nem is tudom, hogy így próbálom jelölni, tehát hogy én a kiadót sem látom ördögtől valónak, de mondjuk a szerző cím és az év az a minimális, minimális. Hát szerintem a szerző cím az, ami működik, tehát. Ez egy az alsónál is nem mindegy, hogy ugye másodikosról beszélünk, vagy negyedikesről, de szerintem az évszám is fontos lehet, de jogos. Azt mondom, hogy ezen lehet vitatkozni. Ugye a tanterv most már eddig mondta a szerző címet, most már nem is emlékszem, hogy van a mostaniban, de hogy azért én ezt így rám merném bízni a könyvtáros tanárokra is. Meg hát nyilván ez a gyerekek érdeklődésétől is függ, hiszen képesek is olyasmire is rákérdeznek, ami nincs az anyagban, akkor nyilvánvalóan érdemes ezzel foglalkozni, hogyha megvan az érdeklődésük, de valóban a szerző cím az, amiből semmiképpen nem engedné
és akkor így halad az ember tovább, de szerintem az évszám is fontos, hogyha legalább említés szintén legyen jelen, hogy nem mindegy, hogy egy dokumentum 100 éves, 200 éves vagy tegnap jelent meg. A másik, a felső tagozatnál, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy alapvetően honlapok részére próbálnának meghivatkozni, vagy azokat szokták felhasználni a házi dolgozatokba, tehát hogy valahol ott felsőben mégiscsak kellene azzal foglalkozni, hogy a honlapokra hogy hivatkozunk. Igen, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hogy mi az, amit mondjuk könnyű megérteni nekik, és mi az, ami a használati szokásaikhoz illeszkedik. Hogyan tudjuk ezt összehozni? Én azt gondolom, hogy ugye azért írtam ezt így, hogy önálló műként való hivatkozás, mert ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül az a dolog önálló mű is. És ráadásul majd fogok mutatni olyanokat, vannak már olyan hivatkozási stílusok, amik a nem önálló műveket is gyakorlatilag az önálló művek alapján írják le, tehát szerző, cím és webhely vagy kiadó, tehát hogy nagyon leegyszerűsítve hivatkoznak. Tehát én azt gondolom, hogy egy felső tagozatban az a minimum, de nyilván többet mindig lehet, hogyha a gyerekek érdeklődnek, vagy sok ilyen jellegű feladatot kapnak, hogy a szerző címet meg tudja állapítani, hogy értse, hogy a linket és a dátumot a végére oda tegye, és hogy próbáljon valami kiadással kapcsolatos adatot megadni. Most abban meg nem kötnék bele, hogy azt innel benfoglaló műként adja meg, vagy kiadóként adja meg, de valahogy jelezze azt, hogy ez valami, hogy ennek milyen szervezetnek, vagy milyen intézménynek, minek van köze ehhez. De majd nézzünk konkrét példákat, és akkor erre majd még térjünk vissza, de ezek valóban nehéz kérdések, ugye a használói és a megértés, a használó igények és a megértés szintje. Uh-huh. Most ugye a problémák, mert ugye akkor mondok néhány problémát, hogyha nektek még nem lenne elég, akkor mi az, amiben belefuthatnak a diákok, és amik akadályoznák az egész internetes hivatkozásnak a megértését. Ugye ezeket azért fontos ismerni, mert ezekre érdemes figyelni, hogy akkor ezt a gyerekek problémaként élik meg, vagy megértették. Ugye az egyik nagyon nehéz kérdés, ez a dokumentum típus azonosítása, hiszen fel kell tudni ismerni egy igazán szakszerű hivatkozáshoz, hogy ez a dolog periódikusan megjelenő műben jelent meg, önálló, vagy valaminek a részdokumentuma, ugye ezt már említettük. Akkor ugye nagyon fontos, a nem minőségi források esetén sokkal több problémába futtatnak bele a gyerekek. Ugye minél kevésbé minőségi forrást használnak, annál kisebb eséllyel fogjuk megtalálni a kiadót, a szerzőt, a kiadási évet. Tehát érdemes arra is felhívni a figyelmet, hogy ha nagyon-nagyon nem boldogulnak a hivatkozással, akkor lehet, hogy nem is az a gond, hogy ők a hivatkozást nem tudják jól, hanem nem jó forrást használnak. De hát ugye a neten sajnos nagyon könnyen tudunk olyat találni, ami tényleg borzasztó nehéz hivatkozni, amiatt, mert egyszerűen nem megtalálhatóak az adatok. És hát ugye fel kell hívni a figyelmet arra, hogy nem kell mindent használni, amit megtalálunk, vagy hogyha ott nagyon érdekes információt találunk, akkor próbáljuk meg annak utána keresni, hogy jó esetben megtaláljuk egy igényes minőségi honlapon, egy igényes minőségi írásban is, és akkor inkább arra hivatkozzunk. Tehát ugye ez elvezethet ebbe az irányba, és ugye a könyvtár használati tananyag nagyon erőteljesen összefügg a különböző pontjaink. De hát ugye sajnos belefuthatunk abba is, és ez is egy probléma, hogy igényes kiadók, kutatóintézetek és akár könyvtárak is tesznek közé úgy forrásokat honlapjaikon, hogy nincs rajtuk minden a hivatkozáshoz szükséges kötelező adat. Ez ugye egy sokkal nehezebb helyzet. Ennek részben az egyik oka az, hogy nagyon könnyű ezeket feltenni, és hát ugye kialakulóban vannak ezek a formák, hogy úgy írjuk az adatokat, mi ugye a könyveknél volt néhány száz év arra, hogy ez így kialakuljon, hogy mit hova írunk, a netes forrásoknál ez azért még egy bonyolultabb dolog. És hát folyamatosan változó, ahogy a netes források is folyamatosan változnak. De néhány alapelv, amivel szerintem érdemes foglalkozni, ez az, hogy a csak URL sosem elég, tehát olyan hivatkozási stílus nincs, még a legegyszerűbbek sem engedik meg az URL-t, sőt, olyan hivatkozási stílusok is vannak ma már, amik egyáltalán nem is kérnek URL-t, mert hogy valóban nem ez a legfontosabb. Nyilván használóbarát volt az URL, mert akkor rögtön tudok kattintani, de hogy azért ez önmagában kevés. És hogy ugye értsék meg, amiről már beszéltünk, hogy a dokumentum típustól független a hivatkozási logika, tehát hogy ha netes forrás használ, ugyanazt a sablont kell a fejében elővennie, csak egy picit esetleg módosított változatban. Hogy értsék a célokat,
ugye, hiszen az elsődleges cél az, hogy azonosítható legyen, abban az értelemben, hogy ki és mit, miről szól egyáltalán az a hivatkozás, amiről beszélünk, és utána jön csak az, hogy hol található meg. Ebben nyilvánvalóan az URL egy fontos információ, de hogy nem önmagában, hiszen a szervezet, aki felelős a tartalomért, az egy sokkal fontosabb adat arra nézve, hogy a forrás megbízható, vagy nem megbízható. És a legfontosabb alapelv, amit én így mondanék, vagy próbálnék megértetni a diákokkal, az az, hogy két részből áll egy internetes hivatkozás, a dokumentum típusnak megfelelő adatok, és ugye a netes forrás vagy formából adódó adatok. Ugye ez többféle lehet a szabványok szerint. Legegyszerűbb esetben, és én többnyire ezt fogom itt most mutatni, ez az URL és az utolsó letöltési dátum két adattal való kiegészítés, de valahol úgy kérik, hogy nem URL kérnek, hanem az adatbázis, tehát azt a felületet megnevezni, ahol ez jelentkezik, és hát ugye ma már terjed a DOI is, ugye ez egy angol rövidítés, a digitális objektum azonosítója, egy kicsit ISBN-hez hasonló dolog, tehát van egy nemzetközi szervezet, aki ezeket osztja, itt van, hogy Magyarországon kihez lehet fordulni, és ez egy egyértelmű, nem változó azonosítót ad, tehát akár az URL-t ki tudja váltani, sok szabvány, hivatkozási szabvány vagy stílus ezt kéri. Na most mi segít abban, hogy megtaláljuk a szükséges bibliográfiai adatokat, és akkor most már mindjárt jön egy gyakorlat is, és ezért is mondom, hogy akkor erre figyeljetek majd, amikor megpróbáljátok megoldani. Az impresszumot kell tudnunk megtalálni, hiszen mint más műveknél is azért itt a kiadóra nézve, a szerkesztőre nézve sokféle adatot, vagy fontos kötelező adatokat megtalálhatunk. Ezt sokszor nem így hívják a honlapok, sokféle neve és elhelyezése lehet. Ezt keresni kell, tehát sokszor egy kis kutató munkába telik, de hogyha ezeket a kifejezésekkel azért általában meg lehet találni, vagy ugye idegen nyelvű honlapokon ezeknek az idegen nyelvű változataival. Ugye figyelj, az egy fontos dolog, hogy honnan ismerjük fel a periodicitást. Ennek egy trükkje az, hogy megnézzük, hogy van-e archívum menüpont. Ha van archívum menüpont, akkor ott már jó esetben ilyeneket fogunk látni, hogy első szám, második szám, vagy 2019 per első szám, tehát hogy valamilyen periodicitásra utaló jeleket. Sokszor az URL struktúrája is olyan, hogy olyan az URL, hogy benne van, hogy 2009-01, ahogy gyanús kell, hogy legyen, hogy akkor ez valamilyen periodicitással rendelkező dokumentum. A részdokumentumot egy picit nehezebb felismerni, a leggyanúsabb jel az, amikor az adott dolognak, amit olvasunk, nincs szerzője, vagy esetleg ha nincs címe sem, akkor nagy eséllyel nem a dokumentum elején vagyunk, hanem a Google segítségekkel beleestünk egy nyitott könyvbe, valamibe, meg kell, hogy tudjuk találni akkor, hogy hol kezdődik ez a dolog, mert akkor jó eséllyel, ha minőségi forrást találtunk, akkor ott fogunk találni szerzőt és egyéb szükséges adatokat. Ugye az URL-ben is lehetnek erre utaló jelek, amik azt mutatják, hogy van valami fölé rendelt fejezet, vagy egy fő cím, amiben dolgozhatunk, és hát mindig érdemes a menük és a tartalom érték struktúráját megnézni, hogy abba hova kerültünk. És mutatok itt néhányat, ugye ezt a képet már a múlt héten is mutattam, ez itt kifejezetten ugye két hivatkozási stílusnak hasonlítja össze az internetes hivatkozását, ugye nyilván a szerzőkébezek mellett most elmegyünk, itt ugye ez azt mondja, hogy ez egy olyan cikk, ami valamilyen adatbázisban érhető el, ugye gyakorlatilag egy folyóiratban, ugye itt azt mondja, hogy a folyóirat címét írja ide a zöld helyre, annak a számait, oldalszámokat, amennyiben vannak, és ugye itt a DOI azonosítót kéri, tehát hogyha valaminek van DOI, akkor ő nem is foglalkozik azzal, hogy hol jelent meg. De amennyiben valamilyen holnapon találtuk ezt, akkor nagyon érdekes, mert valamiért ez a stílus az utolsó letöltés dátumát ide középre beteszi a hivatkozási adatok közé, és az utolsó adat lesz a maga az URL, tehát ugye a webcím. A másik hivatkozási stílus, ugye ez az MLA, itt pedig ugye azt mondja, hogy a végén, itt kéri, hogy írjuk ki az adatbázis nevét, a webcímet, és itt ő kéri a kifejezetten a dátumot ide a végére. Ha konkrét oldalról van szó, akkor ugye gyakorlatilag ehhez hasonlóan jár el. Itt van egy másik, ami konkrétabb példákkal lesz, még lehet, hogy nagyítanom kellene, de igazából nem is az a lényeg, hogy így most talán jobban látható. Tehát itt vannak konkrét, ebben az a lényeg ebben a sablonban, hogy több online forrásra ad sablont és példát.
sőt, bocsánat, ezek csak példákat adnak. Tehát ugye azt mondja, hogy cikk folyóiratban olyan, aminek nincsen DOI-ja. Hiszen ugye ha DOI is, akkor az ugye máshol van rá egy sablon, azt mondja, hogy cikk, aminek nincs szerzője, hiszen ez egy másik típus, ugye a neten gyakran ez is előfordul, sokkal gyakrabban, mint máshol. Ugye itt önálló műben megjelent mű, aminek ugye nincs szerzője, hogy akkor hogyan járok el, és hogyha ugye itt valamilyen online enciklopédiából, kifejezetten a Britannicából vett forrásra, hogy járunk el. Tehát ez csak egy ilyen példa volt, itt van egy link, ez egy nagyon jó kis oldal, nekem nagyon megtetszett, hogyha erre itt rákattintok, én most csak gyorsan a kezetekért, hogy lássátok. Ez egy főiskolai könyvtárnak a honlapja, ahol itt a felső menüsávban a különböző stílusokra lehet rákattintani, és most rákattintottam mondjuk most megint az apára, akkor itt újabb fülek jönnek, és akkor azt mondja, hogy egyszerű internetes forrás, ugye ezt mutattam meg az előbb, de hogy egyszerű folyóiratban megjelent írás, akkor jön ugyanilyen kis képekkel adja, hogy hogyan kell, és ezt a náluk azon a környéken elterjedt hivatkozási stílusokra ugyanígy megadja. Ugye nyilván ezek itt mind angolul vannak, de azért viszonylag egyszerűen adaptálható, tehát hogy ötleteket lehet venni abból arra nézve, hogy hogyan tudjuk ezt megmutatni a diákoknak. Itt most nem fogok erre rákattintani, a Szegedi Neveléstudományi Intézet le is fordított az ő hivatkozási útmutatójába ezt az APA stílusút magyarra, ott van néhány példa erre nézve. Típushibák, ugye amikor rossz URL-t adunk meg, ez jellemző, a hibát én is elkövetem néha, hogy az ember megtalálja a cikket, elkezdi keresni az impresszumban meg mindenhol az adatokat, és amikor odaér a hivatkozás végén, hogy az URL-t másolja be, akkor már nem a cikk van előtte, hanem mondjuk az impresszum, és akkor bemásolja az impresszum URL-jét, ami ugye nyilvánvalóan nem megfelelő, de ugye a figyelmetlenségből ezt a hibát azért én már gyakran láttam másoktól is elkövetni. Ezek már csak ilyen formai kérdések, és ugye az adathiány merül föl nagyon gyakran az interneten, sokkal gyakrabban, mint a nyomtatott forrásoknál, tehát meg kell tudnunk nézni, hogy beszélnünk kell arról is, amivel egy alaphivatkozásnál ritkán szoktunk, hogy mit csinálsz akkor, ha nincs meg a kiadási év, tehát hogy a netes forrásoknál nagyon gyakran kell bevezetnünk az év nélkül jelölést, hiszen az év szigorúan kötelező adat, anélkül egy hivatkozás nem tud jól működni, de nagyon hasznos lehet a hely nélkül és a kiadó nélkül jelölések bevezetése is. Viszont én már láttam, hogy ennek mintájára nagyon alapos diákok beírták azt is, hogy szerző nélkül. Most ugye a szerző nélküliséget viszont nem szoktuk írni, hiszen az alapvetően egy teljesen bevett gyakorlat, hogy vannak források, amiknek nincsen szerzőjük, vagy mert nem akarják, vagy mert annyira sokan írták, vagy mert intézményi hivatali anyag, hogy ezt azért így értelmezni kell. És akkor most azt szeretném kérni tőletek, nem tudom hányan vagytok, majd mindjárt megnézem, míg dolgoztok, hogy itt egy feladat, hogy akkor most már ne csak én beszéljek, elég sokat sikerült így az elején beszélnem. Azt kérném, hogy ezt a linket ugye új ablakban nyissátok meg, csak hogy legyen éppen elég ablak a monitorotokon, és akkor ugye ezt a szituációt képzeltük el, ugye a múlt heti témát folytatva Harry Potterben utazunk tovább is. Kérem, hogy mindenki fogadjon örökbe egy sort, lehetőleg egy olyat, ugye itt már Borg itt áll az egyesben, a többiek más sort választanak, és készítsék el maguk a hivatkozást, és akkor utána annak mentén tudunk arról beszélni, hogy akkor hogyan is találtuk ezt meg, utána én meg fogom mutatni, én is kattintatom majd a megfelelő oldalt. És akkor nézem is, hogy hányan értetek ide a fájba. 9-en itt vagytok, nagyon jó. És akkor várom a megoldásokat. És akkor azok kedvére, akik valamiért nem tudtak a fájba eljönni, a akadozik az internet, hát ez ugye nagyon nehéz, nagyon sokan vagyunk. Nekem is akadozott az elején. De ha az segít, akkor bemásolom ide a hivatkozandó cikknek az elérését, és akkor közben én is kattintom.
ugye ide érkezik az ember, mondjuk elképzeljük a szituációt, ha nem ilyen didaktikusan feladatban adjuk, akkor ugye a Google vagy valamilyen internetes kereső segítségével így belecsöppenünk ide az anyagba, és akkor ugye el kell tudni dönteni, hogy akkor tegyük elolvastuk, nagyon szuper gondolatok vannak, a mi dolgozatunkhoz nagyon jól illeszkedőek, mit tudunk akkor ezzel kezdeni, ugye hogyan hivatkozzuk, ez lesz itt a másik kérdés, ugye így néz ki az egész oldal, ahogy végig tekerjük. Na, és akkor nézzük, hogy 1, 2, 3-an dolgoztok, 4-en. Igen, nagyon javaslom azt, amit ugye itt nem írtam ki minden ajánlatot, tehát amikor feladatot készítünk, akkor ugye itt a gyerekeknek bizonyos dolgokat direktbe felhívhatjuk a figyelmüket, de én most ugye sok mindent elmondtam előtte, de egy nagyon hasznos információ ez a Ctrl-Alt-V, hogyha a Google Drive-ban vagyunk, hiszen ez lesz az irányított beillesztés, ami formázás nélkül hozza az információkat, tehát ezeket a kék hátteret és egyebeket nem hozza magával. Itt az ötösben is az irányított beillesztés lett volna hasznos, de ugye utólag is meg lehet ezeket formázgatni. Egyébként úgy látom, hogy 4-en dolgoztok, ide jelenleg. Igen, csak hogyha már az ember egyszer ugye bemásolt valami formázást, akkor utána az a valószínűleg ott marad. Ugye érdemes átalakítani. De lehet, hogy az ötös résztvevőnek segítek egy kicsit. Levesszük róla a formázást, és beállítunk egy méretet is valami emberire. Így, és akkor itt folytasd tovább, kedves kiállsz, itt bort. Én azt mondom, hogy eléggé könyvtárosokkal állunk itt szemben. Egyrészt nyilván, ha maguktól nem jöttek volna rá, hogy ez milyen dokumentum típus a könyv és nevelés, mint cím, már eléggé árulkodó kell oda egy könyvtárosnak, hogy mivel állunk szemben. Ugye ez itt mindenképpen periódikus, ugye ezt itt szinte mind felismertétek, ugye évfolyamszámozás, itt maga a lapszámozás is szerepel. Ugye valakinek ez az anyag itt elég korai lett, kedves Viziló, 200-ban, ez egy nagyon korai komáromi Gabriella írás. De ezt nyilván csak bele is írom, az a biztos, és akkor így ezt kijavítottuk. Azt mondja, hogy ugye itt mindenki az ING használja, ugye mindenki elektronikus könyv és nevelésnek adja. Ugye ez azért érdekes, mert a könyv és nevelés egy olyan folyóirat, ami ugye papíron is megjelenik, meg online is, és ezek a változatok nem mindig egyformák. Tehát az a biztos, hogyha mi az online változatot használtuk, hogy akkor azt írjuk oda. Hát ugye én is elkészítettem ezt a hivatkozást, bemásolom ide, de gyakorlatilag ugyanazt csináltam, tehát egészen jól oldottátok meg ezt a feladatot. Én ide a 6-osba fogom most ezt bemásolni. Ugye én a név évadat sorrendű hivatkozásban készítettem ezt el, de ez most ugye ebből a szempontból teljesen mindegy, ugye nagyon sokféle adatsorrenddel egyértelmű tud ez lenni. Mondjuk azért alapvetően elválasztó jeleket érdemes beletenni, vagy felesleges szóközöket törölni, de alapvetően jól oldottátok meg. Azért nézzük meg együtt is. Ugye itt van az írás, ugye látjuk, egy címünk mindenképpen van, ez már jó hír, ha elérünk az aljára, akkor egy szerző is egészen egyértelmű ebben az írásban, de akkor ugye nyilván sejtjük, hogy a szerző is a cím azért az önmagában kevés, ugyan alsó tagozaton még lehet, hogy beletörődünk, de azért, hogy ez így önmagában kevés. Akkor ugye egyetlen támpontunk van, mondjuk itt már a maga az URL-ben lesz, hogy cikk, ez már lehet egy ilyen árulkodó jel, de ez a vissza gomb mindenképpen segít, egy ilyesmire azért érdemes rákattintani, és akkor innentől már azért eléggé egyértelmű helyzetben vagyunk, hiszen évfolyamot, számot látunk, de ha valakinek ez nem lenne
elegendő, és még ettől még nem lenne biztos abban, hogy ez egy periódikus munka, akkor még rákattinthat erre, és akkor itt már egyértelműen látja a számokat szépen sorban. Ugye könyvésnevelést lehet hivatkozni máshonnan is, kifejezetten az OPKM oldaláról. Alapvetően én azt szoktam ajánlani, hogy aminek van EPÁS, vagy valamilyen MEC-es, tehát valamilyen feltehető hosszabb távon fix URL-es változata, akkor érdemes azt használni, amennyiben ugye DOI-val nem rendelkezik, hiszen az intézményi honlapok azért elég gyakran képesek átalakulni, és akkor az URL-ek megváltoznak, a problémát okozhat. Jó, ezzel kapcsolatban van-e kérdés? Mondjuk azt mondom, hogy nyilván könyvtárosoknak ez egy viszonylag egyszerű feladat volt, hiszen nem kellett elmagyaráznom, hogy mi az a periodicitás és mi az a folyóirat, de hogy igen. Arra van szabály, hogy letöltés, utolsó letöltés, én most egy olyat kaptam figyelős cikkhez, hogy szögletes zárójelek között megtekintve. Köszönöm a kérdést, ezzel folytatjuk. Igen, ez a szögletes zárójel, az is még egy érdekes dolog. Ugye ez, hogy hogyan jelölünk, ugye minden hivatkozási stílusban borzasztóan bonyolult, vagy pontosabban mindenkinek megvan a maga egyéni stílusa. Itt mindenki egyedi és mindenki egyéniség ebben a, ezen a területen. Azt, hogy most pontosan hogyan jelöljük, én magam az URL-t kezdtem el használni, amikor, tehát egy URL 2. a linkre, de most már lehet, hogy jobban kedvelem a kacsacsőrös, nem is kacsacsőr, hogy hívják ezt, nudláb, nem ez a kacsacsőr, ugye? Tehát ez a kacsacsőrös változatot, mert hogy az URL 2-nál nem mindig egyértelmű, ha utána még írok, hogy akkor hol van az URL vége. Egy ilyen kacsacsőr egyértelműen megmondja, hogy az URL innentől idáig tart, tehát ez is egy jó változat. De olyat is láttam itt sablonban már, hogy web 2. Ugye az utolsó letöltésnél ugyanez az eljárás, hogy sokféleképpen lehet. Van az utolsó letöltés, letöltés, vannak olyan sablonok, amik egyszerűen csak zárójelet használnak, de nyilvánvalóan használható a szögletes zárójel is, tehát hogy nincsenek ezekre, mint ahogy a hivatkozásban semmire sincsen egyértelmű jelölési szabvány. Ugye egyetlen szabály van, próbáljuk meg egyértelműek lenni, viszonylag elterjedt jelölési formákat használni, és ugye amennyiben egy folyóiratról van szó, akkor a folyóirat jó, hogyha ezeket egy előzetesen magának megállapítja, mert akkor tudja, hogy következetesen mire kell ezeket átírni. Minden azt gondolom, hogy elfogadható lehet. Ez így most válasz volt? Igen, köszönöm, még a megtekintve szerepelni, ha igen, szögletes zárójelek között. Igen, azt is szokták, tehát hogy azt gondolom, hogy ennek ezerféle változata lehet, tehát hogy írhatjuk így is, hogy megtekintve, sőt, ott valamelyik angolban az előbb valami hosszabbat is láttunk, nem volt itt valami, melyikben láttam, hogy date of access, ugye, de hogy itt volt valami, igen, retreat from, tehát hogy, de nyilván ugye az angol ragozási formák picit máshogy működnek, sőt, az egyik form az nem is arra vonatkozik, bocsánat, hanem az a, ugye az URL-re vonatkozik, tehát hogy nem is rövidítés használ, hanem azt is kiírja, hogy honnan. Sokféleképpen lehetséges ez, tehát hogy ez a szépsége ennek az egésznek, és nyilván ettől nagyon nehéz tanítani, mert a legtöbb gyerek azt szereti, különösen akik ilyen hagyományos iskolarendszerben nőnek föl, mondják meg nekik, mit kell csinálni. Nem kell döntési helyzet, így kell csinálni, vagy úgy kell csinálni, és akkor ahhoz tudok igazodni. Ugye, ha nincsenek egyértelmű szabályok, akkor azokhoz nehéz igazodni, akkor ugye döntési helyzetben vagyunk, akkor nekünk kell arra figyelni, hogy mindig következetesek legyünk, és ne így meg úgy használgassuk. Jó, akkor hoztam még egy feladatot, ez már egy másik típusú lesz. Kérném, hogy akkor erre is próbáljátok kattintani, és akkor az előzőhöz hasonló módon, ezt is bemásolom, nem tudom, hogy segít vagy nem segít azoknak, akik nem tudnak a fájban jönni, hogy akkor most ezt a forrást is próbáljuk meg megnézni. Ugye mert kicsit megyünk a bonyolultabbak felé, mert kinek mi a bonyolultabb, ezek azért nyilván szokásoktól is függőek. Ugye erről az oldalról van szó, egy gyönyörű nagy képpel kezdődik. Képeket szépen lassan tölti nálam, mert jönnek a reklámok is mázsaszám. Viszonylag hosszú írás, videóbetét is van benne, itt a vége. És akkor majd most már jönnek az érdekesebb megoldás módok. Na, van már egy szerzőnk valakitől.
És ugye elárulom, hogy még az előbb a Komáromi Gabriela féle folyóirat cikknek azért ugye alapvetően lényegét tekintve egy megoldása van, a központozásokat meg az adatsorrendet leszámítva, ennek több is van. Nos, aki pedig úgy érzem, hogy gyorsan végzett, az akár előre is haladhat a harmadikhoz is. Lesz még egy harmadik, még bonyolultabb példát is hoztam, de először akkor közösen nézzük meg ezt. Ugye látjuk, hogy a szerzőt azért mindenki megtalálta. Ez szerencsére a legtöbb blogmotor ezt viszonylag jól adja ezeknek a helyét, hogyha ezt kitöltik, akkor ez azért általában adható. Szerencsére a blogmotoroknál azért a megjelenés idejét is automatikusan tölti a rendszer, tehát hogy ezeknél mióta ezek a blogmotorok így elterjedtebbek, és ilyen értelemben profibbak, azok egy picit könnyebb a hivatkozás, az év ritkábban marad le. Ugye a címet is mindenki megtalálta, azért ez sem volt egy ilyen nagyon bonyolult dolog, én azt mondom, azért ez a gyerekeknek is feltehetően megy. Ugye a problémák ezután fognak kezdődni. Összetesztő Szabó Dániel. Ja. Ja, jó, hallom, Viki már máshol van. Nagyon helyes, jó helyen van, ha jól hallom. Bocsánat. Nem, nyugodtan. Ez segítség. Bocsánat, a kúzulom ott maradt. Jó, még egy picit várok, és akkor mindjárt mutatom én, és akkor megnézzük a megoldásokat. De akkor lehet, hogy én is ide másolom közben az enyémeket. Hogy lássunk többfélét. Mi akkor én leszek mondjuk a 6-os. Hát, ha itt még valaki 5-ös sorszámmal szeretne elindulni. És én leszek a 7-es is. Hát még látom, hogy teknősünk még ír, Kormorán is dolgozik még, nagyon helyes. Nos, akkor aki már úgy érzi, hogy befejezte, akkor nézze át az enyémet, a 6-os, 7-es sorban lévőket, és akkor próbálja meg akár kérdéseket megfogalmazni, vagy az összehasonlítás kapcsán, de aki meg még dolgozik, az még ne az enyémet nézze, hogy legyen egy saját munkája, amit össze tud hasonlítani. Jó, úgy látom, hogy a legtöbb kurzor itt most megállt az utolsó letöltés dátumánál, szépen álltok itt így vigyázban egymás után, akkor nézzük, jó? Mutatom akkor először az enyémet, tehát hogy alapvetően nyilván a szerzőt azt láttuk, hogy megtaláltátok mind, ugye ezt mutattam is az előbb, hogy ez könnyű. Na most a következő nagy kérdés, hogy mi legyen a dátummal. Ugye én a teljes dátumot írtam, itt is látok egy teljes dátumot a hármasban, itt ugye hónap nevet kiírva, ezen én nem vesznék össze senkivel, hogy most kiírjuk a hónap nevét, vagy számokat használunk. Én azt szoktam mondani, hogy a lehető legrövidebb formát írjuk, mert hogy ne egye a helyet a bibliográfia, feleslegesen az ilyen netes hivatkozások tételei amúgy is elég hosszúak, de igazából mindegy. És ugye valaki csak évszámot írt, én ezt sem gondolom feltétlen hibának. A szövegközi hivatkozásnál én mindenképpen úgy használnám, hogy Pavlics 2016, akkor is, hogyha kiírom a teljes dátumot, és akkor is, ha nem. Ugye a diákok még el szokták követni azt, amit már azért semmiképp nem tartanék követendőnek, hogy odaírják azt is, hogy 10 óra, tehát ugye az óra percet is, ugye, amit ugye nagyon sok blogmotor kiír, azt azért túlzásnak gondolom. Netes hivatkozásnál azt szokták mondani, hogyha nem periodikus, meg nem könyv PDF-ben, akkor írjuk ki a napot is, mert ugye így fontosak, hiszen a neten megjelen anyagok azoknak sokszor a hónapok témától is függ, de hogy így számít az, hogy mikor jelent meg, nem mindegy, hogy év elején vagy év végén. Jó, tehát ugye akkor van egy szerzőnk, egy című, évünk, itt jelen esetben ugye egy címünk,
Ez nem gond, és akkor innentől jön a kérdés, hogy hogyan folytatjuk. Nem tudom, hogy ti innel dolgoztatok el, ugye itt látok egy in Pollywood, in Pollywood, itt is egy in Pollywood, és itt pedig csak szerző cím és ugye dátum van. Azt gondolom, hogy ez egy, még egy középiskolában is azt gondolom, hogy így ez a négyes hivatkozás így teljesen rendben van. Valami kiadásra vonatkozó adat lehet, hogy nem ártana bele, de azt gondolom, hogy ez így egészen jó. De hogyha igazán precízek szeretnénk lenni, akkor azt érdemes nézni, mert itt közben két kiadó lesz. Valamit rosszul másoltam, de projekt 29, nem, ez a teljes kiadó neve. Nem, csak ez nekem kérdés számomra, hogy a Pollywood is, meg akkor ez a projekt. Nem, a Pollywood szerintem nem kiadó. Ja. Jó, de akkor menjünk tovább. Tehát az a szemfoglaló mű címe. Én így értem, ja, nem, rálépek az oldalra, hogy lássuk meg, ugye eddig láttuk a címet, láttuk a szerzőt, láttuk a kiadási évet, nagyon jó, itt a komplex cikk, de az most minket nem érdekel, és akkor most jön az, hogy akkor hol találjuk meg a műre vonatkozó adatokat. Alapvetően a benfoglaló mű címe, mindegy, hogy folyóirata vagy nem, azért jó esetben a legfelső sávban valamilyen módon szerepel, többnyire szép dizájnos betűkkel, ugye ez itt a Pollywood ebben az esetben, én ezt gondolom, de ugye ez is még lehet kérdéses, hiszen ha elmegyünk a Ctrl-F, ugye keresem, hogy hol az impresszum, itt valamit el kell fogadjak, akkor itt többnyire a legalsó sávban, vagy a menükben valahol jó esetben találok egy impresszumot. Ugye itt legalul ezt most megtaláltam, tiktak, 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 meg is érkezett. És akkor itt látom, hogy Pollywood szerkesztőség, tehát ebből is azt gondolom, hogy a Pollywood az a benfoglaló műnek a címe. Ugye ez az impresszum egy azért nem annyira jó didaktikus példa, mert ha ebben egy picit eltekezünk, akkor rögtön látjuk, hogy ez több folyóirat közös impresszuma, így egymás után ugye jönnek a folyóiratok. De a jó példát keresni mindig nagyon nehéz, és akkor itt akkor meg fogjuk találni, hogy akkor a Pollywoodnak van egy főszerkesztője, amit láttam, hogy többen megtaláltatok, és akkor itt lehet majd valahol megtalálni a kiadót is, jogi közlemény, már valahol az előbb megvolt, terjesztés, előfizetés, kiadja, bocsánat, itt van, kiadja, a Projekt 29 Media and Communication Kft. Ugye ezt is láttam, hogy többen megtaláltátok. Igen, és akkor hát nyilván itt az URL, meg ugye a dátum. És ugye még az is ott volt, hogy Budapest. Tehát gyakorlatilag van egy szerkesztőnk, van egy benfoglaló mű címünk, van egy kiadási helye, mert ott volt az impresszumban, van egy jó hosszú kiadó nevünk, és ugye utána jönnek a netes adatok. Na most van itt egy másik megoldás. Igen? Igen? Ott az impresszum legalján ott van egy kiadási év is, azt nem kell ilyenkor? Vagy nem kellene? Tehát, hogy mikor frissült ez az oldal, 2020? Erre gondolsz? Hát ez nem az írási, hanem az egész oldalé. Igen, tehát ez a honlapé igazából. Igen, de mi most nem a honlapot hivatkozzuk, hanem a cikket. Ugye ez nagyon nehéz, mert egy nyomtatott anyagnál ez nem lehet különböző. Nem lehet a könyv megjelenési ideje és a benne lévő tanulmány megjelenési ideje különböző. Ugye így fel sem merül ez a kérdés, hogy akkor mi van a két évszámban, mert nincs két évszám. Ugye, mert sokszor, ugye ez egy 16-os anyag, az, hogy most maga a honlapot még mindig fejlesztik 2020-ban is, az ebből a szempontból nem kérdés. Tehát megjelenési adatot kell megadnunk. Ez így válasz? Vagy miért gondolod, hogy a 2020-nak ott kellene lennie? Hát mert hogyha az in után ugye a benfoglaló honlapot próbáljuk meg leírni, igen. Viszont egy adat az, hogy ez mikor frissült utoljára. Igen, csak ugye a cikk szempontjából szerintem nem fontos. Hát ez mondjuk igaz, csak ha... Hát mert ilyen alapon megadhatnám a nyomdát mondjuk a könyvekről, a műszaki szerkesztőt, a mikor jött ki a nyomdából, ugye az is lehet, hogy a táskaszámban jelenlévő évszám más mondjuk, mint a kötet megjelenési évszáma, nem tudom. Tehát én nem mennék bele. Azt nem tudom, hogy mondjuk ha könyvtáros lennék úgy igaziból, és mondjuk címleírnék, akkor ezt mondjuk le kéne írnom. De most ugye jelen helyzetben nem könyvtáros vagyok, hanem egy alkotó, egy szerző, aki írni próbál egy tanulmányt. Ott biztos, hogy ilyen részletekben nem érdemes belemenni. És ugye egyetlen sablon sem kér ilyeneket. Sőt, már a legtöbb esetben... Szerintem. Igen?
Szerintem ez már webarchiválási kérdés, hogy ezt a 2020-at szerepeltetném-e, vagy nem. Itt biztos nincs jelentőség. Igen, tehát én is ezt gondolom, hogy a cikkekre kell, tehát a konkrét forrásszövegre vonatkozó adatokra érdemes fókuszálni, másrészt pedig ugye a legtöbb, azt látjuk, hogy a legtöbb hivatkozási stílushoz képest ez, amit én a hatos sorba beírtam már, ez is túl bonyolult. Mert a legtöbb erre a négyesre hasonlít különben a legjobban, amiket is sablonokat nézegetett az ember, tehát hogy nagyon leegyszerűsíti. Én, nyilván ez az én könyvtáros betegségem is, azért azt gondolom, hogy ha egy nyomtatott műnél fontos a mű és a benfoglaló adat minden adata, akkor miért ne lenne ugyanilyen fontos egy online anyagnál, hogy nem mindegy, hogy kinek a honlapján jelent meg az az írás, akármilyen híres ember írta. Ugye itt a hetesben egy másik, egy egyszerűsítettebb változatot, ami valószínűleg azért közoktatásban reálisabb tüntettem föl, ahol ugye szerzőév cím, és nincs bennfoglaló mű, látjátok, hanem azt mondom, hogy ezt a cikket Budapesten adta ki a Projekt 29 Media Communication Kft., vagy nem Kft., most mindegy, és utána folytatom az adatokat. Tehát gyakorlatilag egy önálló műként írom le, de megadom a kiadási adatait. Itt ugye ebben az esetben merülhet fel az a kérdés, hogy akkor vajon ide a Pulihúdot írja meg, hiszen az a bennfoglaló mű, csak azt gondolom, hogyha a bennfoglaló mű címét írnám ide, akkor az én ki kéne tennem. De ezekben én nem gondolom, hogy így lándzsát törnék bárki feje fölött, különösen nem egy felső tagozatos vagy egy középiskolás feje fölött, ha már így néz ki, mint a hetes, vagy akár még a négyes változat is számolva teljesen megengedett, akkor én már nagyon-nagyon boldog vagyok. Jó kérdés még ezzel kapcsolatban? És már látszik, hogy sikerült az egészet megint jól túlterveznem. Akkor a következő feladatot akkor azt úgy csinálnám meg, hogyha még tudtok velem jönni egy néhány percet, hogy nem várnám meg, amíg ti megcsináljátok, hanem mutatnám, hogy mi a probléma ezzel a következő szintén Harry Potterről szóló írással. Ugye, ha ezt kell hivatkozni, reméljük mindjárt bejön, ti is kattinthatjátok élesben, mert lehet úgy könnyebb, de próbálom mutatni a képernyőmön. Ugye, itt próbáltam összeszedni azt, hogy mindjárt befrissít, itt akkor meg is mutatom nektek, ide utólag akartam, miután megcsináljátok, van egy ilyen jó kis trükköm, hogy ide másolok információkat fehér betűvel, és akkor teszem feketévé, amikor azt gondolom, hogy látni kell a résztvevőknek. Tehát ide felsoroltam majd a problémákat, hogy mi a gond ezzel az írással, és most már remélem, hogy bejött végre. Igen, itt van. Ugye szintén egy ilyen Harry Potter kritika. Ugye rögtön ugye látjuk, azért évszámunk van címünk, ez ideig már nagyon jó, viszont ugye a szerzőnk egy ilyen szerzői álnév. Amit hát ugye ilyen esetben ki kell magadni, de sokszor a gyerekeket megzavarhatja, hogy ez mégsem egy szerzőnek a neve, mégsem egy vezetéknév és egy keresztnév van itt. De hogy ebben az esetben én nem gondolom, hogy nyomozásokat kell folytatni egy egyszerű szerzőnek arra nézve, hogy ki. Ha így adta meg a szerzői nevét, akkor így fogom még hivatkozni. Ha kütyükét ért oda, vagy kiskutyát, akkor kiskutya lesz a szerző neve. Ez van. Ha ő neki ez így kellemes, akkor én csak így tudok rá hivatkozni, maximum elgondolkodhatok, hogy biztos, hogy a legkomolyabb forrást találtam-e meg. Ugye ez az egyik probléma, hogy akkor a szerzőbe belefuthat a diák, hogy most én is kezdtek belassulni, hogy akkor az jó vagy nem. Akkor a következő, hogy ugye próbálom, Ctrl-F, ugye keresem az impresszumot, nincs találatom, akkor próbálkozom a kapcsolattal, ugye ezt se fogok találni, akkor ugye még próbálkozhatok a rólunk, és itt ugyan találok valamit ebben a címkefelhő listában, de alapvetően az azt jelenti, hogy ugyanoda visz, itt szemmel kell végignéznem ezt a forrást, a rengeteg reklámot és almerit, csak itt fogom megtalálni a rólunkat, de lehet, hogy a címkefelhő is odafut. Hogy akkor kiderítsem, hogy ki a kiadó és mi ez. Mert ugye a bennfoglaló műcímét láttuk a legfelső sorban, ugye ez a Supernatural Movies, ez lesz a bennfoglaló műcíme. Most eljöttem az impresszum szerű, tehát ugye a rólunk menüben, mert ugye csak ezt találtam, és akkor megtudom, hogy Remi, aki ezt a cikket is írta, és első szerzőnként jön, tehát nagy esélye, akár ő a főszerkesztő, de ugye ezt nem mondják, mi a kedvenc filmje, a rendezője, mindenféle hobbi dolgot megtudok, és az összes szerzőről csak ezeket látom itt. Egyetlen egy kiadó, tehát én ezt végig tekertem, semmilyen jellegű információt nem találok meg róla. És innentől jönnek ugye ezek, hogy akkor mit tudok ezzel kezdeni.
és akkor megmutatom, hogy én végül mit kezdtem ezzel, hogy legyen itt egy megoldás, hogy vissza tudok ide jönni. Akkor most ez is nagy kérdés, persze, hogy csupa kisbetűvel írom, vagy csupa nagybetűvel írom ezt a remit, ezen még lehet gondolkodni, hogy ezt rövidítésnek gondolom-e, vagy névnek. És akkor én ugye innen hivatkoztam, hogy ez a cím, hely nélkül, kiadó nélkül, URL. Ez lett a kicsit tökéletesebbre törekvő megoldás, de hát nyilván működhetek akár úgy is, hogy ezt esetleg elhagyom a hely nélkül és a kiadó nélkül. Ugye külön zavaró lehet a gyerekeknek, hogy itt van egy zárójel 2001, ugye ami azért van itt, mert a cím így néz ki. Ami ugye egy ilyen megtévesztő dolog, hogy akkor ez most mit csinál itt. De hogy ha így néz ki a cím, mondjuk bizonyos hivatkozási sablonokban az ilyen alcím jellegű dolgokat akár így le is szokták venni, hogy akkor azok mégsem legyen ott, és akkor az alcímnek a tipográfiát, vagy a külön jeleit levesztük, de nyilván ehhez ebben egy címleíró nem értene egyet velem feltétlen, amennyiben ugye katalogizálni kellene ezt a cikket, de most nem katalogizálásról van szó. Jó, és akkor amire most nem marad idő, de azt mondom, hogy el tudjátok, itt olvasnak, itt ez a téma érdekel, én néhány ilyen módszertani ötletet szedtem még itt össze. Ugye a legnehezebb a példák megkeresése, a mai foglalkozásról a készülés, és ez vitt el rengeteg időmet, hogy olyan példát találjunk, amiben minden meg tudok mutatni, és így is belefutottam abba, hogy ennek a folyóratnak, vagy ennek az oldalnak az impresszum, meg ilyen összetett impresszumból több, mint ami megzavarhatja a kezdő diákokat. És akkor itt van még egy feladat, ilyesmet csináltunk a múlt héten, hogy adok én egy bibliográfiát, és akkor arra nézve adok fel a kérdéseket, hogy figyeljék meg ők, hogy mások hogyan csinálják. Ugye ebben már van videós anyag is, a videós anyagokra való hivatkozásnál igazából ugyanaz a szabály, csak azt mutatnék itt egy példát, ha ezt a Pallavi Ferencet nézitek, bocsánat, és itt lemaradt az utolsó letöltés dátumát, most nem látjátok, hogy én csak most írom ide. Tehát ugye ez gyakorlatilag egy tévéműsor. A Napkelte című műsor, ugye a NAV-án meg lehet ezeket találni, vagy lehet ilyesmiket találni. A Napkelte Budapest MTV-s, ugye a perc, nem fogjuk a terjedelmet megadni, ugye nem fogjuk tudni, hogy itt miről van szó, látjuk, hogy mikor volt ez adásban, és így tovább. Ugye a YouTube videók egy picit nehezebb, ugye nyilván a diákok gyakran futnak bele YouTube videókba. Itt a YouTube-ot azért nem tekinteném kiadónak, a YouTube nem felelős a tartalomért. Tehát, hogy ő csak egy felületet biztosít, tehát, hogy kiadónak ebben az értelemben nem tekinteném. Jó esetben úgy van feltöltve a videó, hogy magán a videóanyagon jön a stáblista, vagy nem tudom bármi, vagy van egy fő címa, hogy ez az egész kezdődik, akkor onnan le tudom venni az adatokat, ha nem, akkor a YouTube adatlapból kell tudni megpróbálni minél többfélét. Ugye, ha van egy videó csatorna, mint ebben az esetben, akkor mondhatom azt is, hogy az én a videó csatornában, és akkor én folyóiratszerűen kezelem ezt, de mondhatom azt is, hogy akkor ez a kiadó, attól függően, hogy ott a csatornának, a YouTube csatornának ki van-e töltve a névjegye, hogy mit tudok egyáltalán megróluk, hogy kik ők. Ez így nem egyszerű kérdés, de azért nem lehetetlen, és sokszor a leegyszerűsített változatok is megfelelőek, csak azért is mutattam egy picit többet, mert mindig belefuthattok érdeklődőbb diákokba, akik többet akarnak tudni, és vagy csak azt pedzegetik, hogy mennyire vagy toppon a témában, és tudsz-e válaszolni bizonyos kérdésekre, lehet azért ezekre is, csak meg kell gondolni, és sokszor azért szakmailag kreatívnak kell lenni, hogy így megtaláljuk a megfelelő adatokat, hogy be tudjuk azonosítani. Jó, nem tudom, hogy van-e még kérdésedek, ugye itt is itt van még ezt az egyet nagyon gyorsan megmutatom annak, aki nem volt itt a múlt héten, de ugye ezt is mutattam a múlt héten, az Egyesület honlapjáról érhető el, mert inkább kattintanom kellett volna, nem, mert most nem kattinthatóan van itt, bocsánat, de a hivatkozása ott van a file végén, hogy ugye segíthetik az összehasonlítások a gyerekek megértését, ugye ez egy olyan sablon, amiben van egy hagyományos nyomtatott jókai mű, és egy online elérhető jókai mű, és akkor megmutatja gyakorlatilag a különbség, ugye az csak itt ez a vége. És akkor ugyanezt több dokumentum típus van nézve, hogyha az eredeti fájt nézzük, akkor meg lehet nézni. Na kollégák, kaptatok-e minden kérdésetekre választ, vagy most még nagyobb a zavar a fejetekben, van-e még kérdésetek?
hozzászólásotok. A hajtkező, most nézem, hogy bocsánat, Irma kérdezte az előzőnél, hogy a kritika alcíme, ott az előző írásnál, hát sokszor a tipográfia segít eldönteni, sokszor nyomtatott anyagoknál sem tudjuk azt, hogy, a, hogy akkor most alcímnek, vagy a cím folytatásának kezeljük ezeket. Én így egyszerű felhasználó szintjén nem mennék bele ezekbe a fajta problémákba. Ha alcímként írja, akkor alcím, ha a főcím részeként értelmezi, akkor főcím. Én azt gondolom, hogy azért alapvetően ott kell lennie. Arra figyeljünk, hogyha olyan anyagot találunk, amiben az első fejezet címe rögtön a főcím után kezdődik, azért fejezet címeket nem ossunk bele a főcímbe, de azért nem egyszerű. Mm-hmm. És mit találtál, Erika, a legalább a fekete csíkban? Az melyik volt? Az intercumot kérdezte az írmány. Ja, valamelyikben, igen. Jó, köszönöm szépen, hogy kisegítettetek, ezt nem vettem észre. Annyi képernyőm és ablakom van, hogy ez nem. De igen, ott úgy legalul meg volt. Köszönöm. Ugye ez, sokszor jó esetben ez a Ctrl+F az oldalon való keresés segít megtalálni, ha tudjuk ezeket a kulcsszavakat, hogy kapcsolat, intercum, rólunk, azért magyarul ezt a hármat szokás használni, vagy egyszerűen lehet, hogy nincs is ilyesmi kiírva, hanem az oldalnak a legalján minden további nélkül egyszerűen ebben a sávban szokták, itt most ezt mondanám, egy olyan ebben reklám jön, hogy így az oldal alsó sávjában írják oda az adatokat, meg ilyesmiket, ez változó. Jó, van-e még más kérdésetek? Én azon kezdtem el gondolkozni, hogy ez a DOI, ez mennyire elterjedt itthon, hogy mennyire nyomasszuk ezzel mondjuk a középiskolásokat? Hát ez a tudományos világban terjed. Elég, ha főiskolán, egyetemen találkozunk. Igen, szerintem alapvetően igen. Nyilván tudnod kell róla könyvtáros tanárként, mert a diák belefuthat ilyenbe, és akkor tudnod kell válaszolni a kérdésre, ha rákérdez. Én nem venném ezt feltétlen bele a tananyagba, mint ahogy az ISBN szám is sok helyen benne van, én azt sem tudom, hogy mennyire fontos az egy használónak. Tehát ez tényleg annak megfelelő, és főleg a tudományos világban terjed, mint az ISBN persze ez inkább kereskedelmi dolog, de ugye fontos, hogy egyedi azonosító visszakereshető ennek, nem kéne egyedileg konkrétan beazonosítható dolog. Tehát, hogy a DOI itthon is van, már tudományosabb folyóiratokban láthatok ilyet, hogy akár a nyomtatott változatokban is, vagy az online változatokban ott van, vagy a cikk elején, vagy a végén valahol ott van a cikk DOI azonosítója, az ezt jelenti. Jó, más kérdés? Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, én most le fogom kapcsolni a felvételt, de még itt maradok, tehát hogyha valakinek kérdése van, akkor szívesen válaszolok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor figyeljétek a honlapunkat, hogy mivel fogjuk folytatni. Remélhetőleg nem én fogom adni már a következő webináriumot, hanem találtam kollégákat még, akik részt vesznek ebben. Jó, viszontlátásra! Okay. Köszönjük! Köszönjük.